Mai vendégeink a stúdióban Bánsági Ildikó, Kossuth Díjas, nemzetszínésze, Halhatatlan társaságának tagja, és Gáspár Kata, színésznő, mind a ketten, és anyalánya. Ugye most először fognak játszani jövő februárjában, Utazás az éjszakában. Zolán János felhívott, és megkérdezte, hogy a Pesti Magyar Színházban vállalnék-e esetleg egy ilyen szerepet, és hát persze Andorai Péterrel, Horváth Illéssel, Gémes Antossal, és Gáspár Katával, és még vele soha nem játszott, mi nem játszottunk együtt. Sőt, ugye a Kata mindig azon volt, hogy ő maga saját maga miatt érvényesüljön. Igen. Igen, igen. Ez egy nagyon fontos dolog volt, de úgy érzem, hogy azért most már én is kezdek felnőni. És nem azért mondom, de most diplomáztam. Úgyhogy most kapok diplomát, és nyilván... Most megvan a diplomát, igen. Csak igen. Kell a szertartás, amikor megkapod. Így van, úgyhogy most már ezt is elvégeztem, és talán ezután lesz annyi önbizalmam, vagy annyi hitem magamban, hogy ez már nem jelenthet problémát, hiszen azt gondolom, hogy elkerülhetetlen egy ponton túl az, hogy most már kollégák lettünk, úgyhogy most már a kolléganő. Igen, nem anya, lánya, hanem kollégák lettünk, úgyhogy... Jó, de tudjuk, hogy most már megvan a diplomám, saját jogomon szereztem azt, amim van, de mégis nehéz átlépni az, hogy azért nem akárkiről beszélünk, ugye? Hát a két zseniális művész a szülő, és a kollégájuknak lenni kicsit nehéz, pláne... Ezt még nem tudom. Neki lesz nehéz. Neki nehéz, persze. Neki lesz neki nagyon nehéz, de nem azért lesz neki nehéz, mert színészileg, hanem hogy... Engem, igen, összekeverednek a dolgok. De fogalmam nincs, hogy próbálok, néha rémes állapotokat idézek elő, és ő ezt nem ismeri. És majd fogja nézni, hogy anya, és akkor majd, igen, összekezd. Hát de ő sem ismeri, hogy én hogy dolgozom, úgyhogy szerintem nem. Ott fogunk állni, és így nézzük egymást, hogy... Ki ez? Igen. De gondolom összecsiszolódik. De ugyanakkor szerintem mint minden a szülőgyerek között van egy láthatatlan szál. Az a kommunikáció, ami nem lesz szavakba kifejezni. Az működni fog, itt ha ez a tudatos tiltakozás, ez a különválási, hogy én magam lehessek, ha az valahogy kicsit enyhül, vagy halványul, akkor az a kommunikáció működik. Én szerintem ez nem volt köztünk. Tehát, hogyha lett volna alkalom, ha felkértek volna valamire, akkor mi nem mondtunk volna nemet feltétlenül. Persze. Ez csak úgy tulajdonképpen, amikor hívtak minket címlapra, vagy valami, hogy anyalány, hogy ezt ennek akart. Szeretett volna. Igen, mert sokszor most... volt már olyan is, hogy akkor miről meséljünk még. Most ugyanazt mondjuk el még egyszer, hogy nagyon szeretjük egymást, jó, nagyon fontosak vagyunk egymásnak. Ami. De egyébként visszatérve a munkára, azt gondolom, hogy abszolút értem, ami az előbb szóba került, hogy ez milyen nehéz lesz, hogy anya-lánya együtt dolgozik, vagy ez a láthatatlan szál. Én úgy gondolom, hogy a színházban mindenki azért van, hogy sikerüljön egy produkció, és egészen más, hogy kommunikálunk, és egészen más problémákkal küzdünk, úgyhogy egészen más oldalát fogjuk megismerni a másiknak, de azt gondolom, hogy anyukám is egy borzasztóan alázatos színész, és én is igyekszem maximális alázattal dolgozni együtt a többiekkel, úgyhogy ez nem lehet kérdés. Az már egy másik kérdés, hogyha azt mondom, hogy anya, ma kín aludhatok nálad. Persze, és akkor nyilván hajnalig fogunk dumálni, és megpróbáljuk megfejteni az egész darabot, meg a mi egész szálunkat, bár az én szerepem nagyon picike, de fontos. Úgyhogy biztos, hogy sokat fogunk beszélgetni erről a dologról, és... Ebben fogunk élni. De egyébként visszatérve csak a színházra, csak hagyj dicsérjük már, hogy a Pesti Magyarra most nem a Nemzeti Színházról van szó, hogy most lesz 50 éves a stúdió. Pont ezt akartam kérdezni, hogy... Igen, és én mint, hát akár tetszik, akár nem, alapító tag voltam. Én voltam az első stúdió. Jó, 66-tól 68-ig? Ja, én nem tudom. Nem mondok ilyeneket, de bocsánat. 93-ig. Igen. Nem, utána nézek, jó? Jó. De most nem azért, tényleg csak nem gondolkodtam ezen, de tényleg most lesz 50 éves, és ez is egy ilyen nagy érdekesség, hogyha átlépem azt a küszöböt, ahol kezdtem tulajdonképpen. De amikor elkezd egy pályát, pláne színészi pálya, ahol megjósolhatatlan, hogy mi lesz a vég, hogy merre jut el az ember, és a kezdeti ambíciók, az a vágy, az a izgalom, hogy ez a kíváncsiak merre vezet, és ugyanakkor vannak, amik... És a mai állapot összehasonlítjuk, ugyanaz az út, amit érezte annak idején, hogy mit akarok elérni?
Hát igen, csak kevesebb a lehetőség, úgy értve, hogy kevesebb van előre, mint hátra, de a lelkesedés, meg ez, hogy most nem kell esetleg annyira izgulni, de ez nem jó szó, mert ez idővel egyre erősödik ez a megfelelés. Jól van, csak megmozdult egy kamera. Lehet, hogy meglátta saját magát a tévében. Az is lehet, igen. Boris mennyi? Igen? Boris másfél és kettő között van. Tehát tulajdonképpen egyre nagyobb felelősséget követel ez a pály. Na, szépen fekszik. Megijedt a kamerától szerintem. Igen, mozog. Kamerát, hogy mozog. Nem mozogjátok, gyerekek. Boris? Vagy csak egy kamera? Boris, fekszik. Jó, hát ő német juhász, hát neki ez a dolga. Fekszik. Anyát védi. Én. Nem bántanak egy. Nem. Na, szóval ebből nem fogok kikeveredni. Nem, hát... Tehát ezt a fajta izgalmat, ezt egyre erősebben én. Nagyobb a felelősség, még nagyobb, mert akkor az ember úgy belevetette magát, és lesz, ami lesz, és hitt abban a rengeteg erőben, amit feltételezett saját magáról. Az ember ennyi mindent elér, a szerepek. Én nagyon sok filmet láttam, színházban láttam magát, sőt, Bánsági Ildikó fan vagyok, tehát a rajongó. Tehát, ez komolyan, 80-ban jöttem Magyarországra, 80-as években nagyon sok tévéfilm készült, amit láttam. Rengeteg, a filmekben, Mephistótól kezdve fel tudnék sorolni egy halom filmet. Tehát ember mindent, sok mindent elér, és benne vannak ezek a díjak, hogy Kossuth díj, meg a nemzetszínésze, meg a halhatat. Nem a színésze, mert az egy másik. Művésze, igen. Ezek a díjak az a keretet adnak, vagy a szabadságot? Örömet okoznak? Nem ért az ember hiába, komolyan. Hogy de jó, rám szavaztak, ennyit okoz nekem, hogy örülök neki. De úgy nem ad más, csak egy ilyen büszkeséget, vagy örömet. Kata, a szülőknek ez a fajta tehetsége, az nagyon sok ilyen tehetséges művésznek a gyerekének nagyon nehéz. Ugye, tehát a Beatles fiúkat nézem, mert a Beatles rajongó is vagyok, Bánsági Ildikó mellett. És vagy John Lennon fiának lenni, vagy Paul McCartney fiának lenni, és énekelni, ez nehéz. Mert nincs összehasonlítási alapom. Tehát ez a különbség. Nem tudom, hogy milyen nem Bánsági Ildikó és Gáspár Sándor lányának lenni. Tehát azt nem tudom. Az érdekes, hogy nekem ez mindig természetes volt, hogy ők a színpadon vannak, forgatnak. Nekem anyukám nem egy kosudias színésznő, hanem anya. De közben, hogyha látom a színpadon, akkor azt mondom, hogy wow. Tehát igen. És ahogy mentem bele egyre inkább én is ugyanebbe a szakmába, akkor fedeztem fel azt, hogy ez iszonyatosan nehéz. Tehát amiben én belenőttem, és azt láttam, hogy ó, most sír, ez nem jó, most nevelt, ez de jó, tehát ez egyáltalán nem így van. Tehát nehéz így gyereknek lenni, hogy én akkor nem fogtam fel, hogy ez tulajdonképpen mi is pontosan, hanem nyilván felnőttként kezdtem el érteni azt, hogy hát ez egy 0-24 meló, mert nem kapcsol ki az ember agya. Igen. Folyamatosan ebben létezik, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire nem nehéz. Nyilván más emberektől kaptam olyan dolgokat, amik nem estek jól, vagy nem tudtam vele mit kezdeni, de azt gondolom, hogy most már ez sem. Van egy fantasztikus történet, a nagyszülők története, az édesanyja és édesapja története, ahogy találkoztak ők, és ahogy folytatták és létrehoztak a saját életüket. Tehát önre az nagyon hat, gondolom, az egész történet, mert... De Katára mennyire? Arra vagyok kíváncsi, hogy... Az ő múltjuk a nagyszülők? Egyáltalán ez dráma benne van, tehát ennél nagyobb színdarab nincs a világon. Az egy nagyon fontos dolog, hogy édesanyukád, a Nagyi, szia Nagyi. Csókolom. Ő színésznő szeretett volna lenni. Mint később kiderült. És aztán igen. Nem lett, de azóta anya is színészet, én is színésznő lettem, úgyhogy ezt vittük tovább. Meg nem is csak az, hanem nekem volt egy ilyen, hogy anyukám a Kaukázusból jött, és akkor van ez a nagy orosz lélek, ez nekem úgy tetszett, hogy én félig orosz vagyok, kaukázusi, és akkor tulajdonképpen ő meg negyed, és akkor egyszer édesanyámat meginterjúvolták a rádióba, és másfél-két órát mesélt magáról. Elmesélte a történetet, sajnos nem archiválták, és a lányom is hallgatta, és előjött, és azt mondta, hogy te, anya, ő az én Nagyim.
soha nem mesélti, nem mesélte ezeket a történeteket hogy hogy szeretett bele apámba, Steyerba, hogy hadifogoly volt az édesapja, és ő... Nem, a kórházba került apukám, nem harcolt, rögtön beteg lett ami bőrbetegsége, beteg lett, és édesanyám ápolt. És akkor hogy jöttek Rákos Csaba Újtelepre, Kisvárda utca 42-be, küldte el az édesapám, hogy össze, Natasa, jövök, németül beszélgetek, nem tudtak majd. Hát anyukám nem tudott magyarul. Igen. És megérkezett. Nem szereti, ha mozog a kamera, nem van. Úgyhogy nem tévés kutya. Nem tanított meg minket oroszul, pedig... Hát ezért, igen, ezért... Hú, de csodálatos lett volna. Csehovot, Dostoyevszkijt eredetiben olvasni, az fantasztikus. Az biztos. Tehát ide került Magyarországra, és dolgozott éjjel-nappal apámmal együtt, és Talicskán éjjel hazatoltak a szobába, hogy ott fejezem be az alvást, mert olyan későn jártak haza. Tehát azért ez nem volt egy könnyű neki. De ezek a történetek a tudatalattunk folytatódik, nem? Ahhoz, anélkül tudnánk, valahol az jelen van, csak amikor meg az fontos, akkor... bocsánat, hogy én például mai napig azt gondolom, hogy szeretnék elmenni oda, ahol a nagymamám született, ez és annyira ahol fontos. Ő kibontott hajjal állt, és azt gondolt, hogy nem? Színész lesz belőle, és ott akarok állni én is, és mondta a nagymamám, hogy már nem olyan, itt orosz akcentussal beszél, nagyon csodálatos, hogy el kéne oda menni. De az édesanyám, az ő élete az olyan volt, hogy ő leszette az zongoráról a csipketerítőt, felrakta magára, és lovas szánon ment el bulizni. Tehát azért ez egy világ lehetett, és hiába el kell oda menni. El kell menni. De meg kell szagolni azt a levegőt, azokat az illatokat, azokat igen, a színeket látni kell. Igen, jutottam, de már pedig hát az most már nem lett volna olyan messze, de oda nem vittek el kellene menni. És az egész történetet egyszer el kéne, hogy mesélje, de hát már most igen. Én szeretnék folytatni, ha még egyszer eljönnek, és folytatnánk, jó. Mert itt véges az idő, még sokat tudnánk beszélgetni. Köszönöm, hogy eljöttek, jó nyarat önöknek, és... Köszönjük, és magának jó. Is. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönjük.